Köszöntöm a kedves tévénézőket! Stúdiónk mai vendége Szabó Péterné, a Dériné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár könyvtáros tanára. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megköszönöm a megkeresést, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit is. Önnek a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő oktató munkájának elismeréseképpen Karcagváros kultúrájáért díjat adományozott. Ezúton is szívből gratulálunk ehhez az elismeréshez. Mennyiben érte meglepetésként ez az elismerés? Köszönöm a gratulációt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az időzítés az tökéletes volt. Azért volt tökéletes, mert kaptam egy levelet, amit nem én vettem ki a postaládából, és csak két nappal később bontottam föl, ez pedig úgy történt, hogy pont szent este előtti fél órába ajándékosztás előtt az egész családom ott volt, felnőtt gyerekeim a választottjaikkal, édesapám, édesanyám, a férjem, a sógornőm, tehát mindenki, egy nagy család vett engem éppen akkor körül, és együtt örültek velem ennek a díjnak, úgyhogy drámailag teljesen jó helyen volt ez az időpont. Mit jelent az ön számára ez a díj? Nagyon sokat jelent számomra ez a díj. Nagyon örülök neki, mert azt gondolom, hogy a könyvtáros munka, amelyet már 34 éve űzök, nem kirakat munka egyáltalán. A könyvtárosok nem harsány emberek, nem szeretnek annyira reflektorfénybe lenni, viszont nagyon-nagyon sok munka van abban. 72 éves volt a könyvtár, illetve 72 éves most a könyvtár, tehát 62 óta van Karcagon városi könyvtár, és mondhatom, hogy másodikként kaptam meg ezt az elismerést, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Méltán büszke is lehet. Tekintsük át pályájának alakulását. Hol végezte tanulmányait? Karcagi lány vagyok, és így Karcagon a Calvin 9 úti iskolában végeztem, ami ma a Kovács Mihály iskola. Nagyon jó tanáraim voltak. Nagyon szerettem már akkor is az irodalmat, és szerettem volna ezzel foglalkozni. Egy teljesen más iskola rendszerben voltam igazából 8-os, amikor is egy szakközépiskolába beiratkozva érettségit is, és szakmát is lehetett egyszerre szerezni. És a szüleim azt szerették volna, hogy ha én egy ilyen intézménybe megyek. És már akkoriban sokat jártunk egyébként a gyakorlati foglalkozások alkalmával, még Walter tanár úrral, ilyen üzemlátogatásokra. És a nyomda már engem akkor megragadott, és meg a papír illata valószínűleg, meg a könyv szeretete, tehát ez úgy mind összemosódott, és én egy nyomdaipari szakközépiskolába iratkoztam be, általános iskola után Békés Csabára. A Tevan Andor nyomdaipari szakközépiskolába jártam, és ma is úgy van, hogy Békés Csabán azt hiszem, hogy a színházi élet most is nagyon sokat foglalkozik az utánpótlás neveléssel. És akkoriban is kerestek diákokat, hát főleg tömegjelenetekre, tehát ezt úgy hívták ők, hogy stúdió. De a stúdióban voltak beszédtanárok, voltak tánctanárok, és jártunk hétvégén a környékbeli falvakba is a nagy színészekkel fellépni. Ezt a hivatást álmodta meg magának? Miért választotta ezt a pályát? Nem ezt a hivatást választotta magamnak, hanem végzős nyomdászként. Akkoriban eléggé átalakulóban volt a társadalom, és nem, tehát a nyomdaiparban nem akartam már dolgozni, mert nagyon sok átképzéssel lehetett volna csak a szakmámat végezni. Montírozó volt az eredeti szakmám, hanem elmentem a Besegyei György tanárképző főiskolára, Nyíregyházára, és magyar könyvtárszakra jelentkeztem. A könyvtárszakot azért választottam, mert azért,
humán tantárgyakból egy ilyen iskolában, amilyenben én jártam, kevesebbet kaptunk, mi legalábbis, vagy legalábbis én azt gondoltam, hogy kevesebbet kaptam, mint akik a gimnáziumba jártak. Tehát a magyar mellé választottam a könyvtárat. Aztán az élet úgy hozta, hogy tulajdonképpen a könyvtár mindig ott volt az életemben. Kezdetben ott maradtam a főiskolán, a könyvtárban dolgoztam, utána a Kovácsban is a könyvtárat építettem folyamatosan, és hát 2008 óta pedig a Városi Csokonai Könyvtár gyerekkönyvtárát rendezgetem. Beszélgessünk most erről a területről egy kicsit. Pontosan mi az, milyen feladatokat lát el a könyvtárban? Egyedüliként vezetem a gyerekkönyvtárat, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez a díj nem csak az enyém, hiszen, mint mondtam, a könyvtárosok munkája mindig az, hogy azért kiszolgálunk embereket, oda tesszük eléjük azt az irodalmat, amire szükségük van. Én nagyon sok csoportos foglalkozást tartok, de a háttérmunka az a kollégáimé is. Tehát velük együtt örültem ennek a díjnak, és egy kicsit úgy érzem, hogy a szakmánk is elismerést kapott azáltal, hogy én ezt megkaptam, ezt a díjat. Rengeteg foglalkozást tartok, a foglalkozások mögött mindig az olvasó gyerek a cél. Őket tartom a legfontosabbnak. További sok sikereket kívánunk. Köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. A nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét. Találkozzunk legközelebb is. Viszontlátásra!